Sziasztok! Ezt a sorozatot azért hoztuk létre, hogy mikrotikkel kapcsolatos praktikákat mutassunk nektek, egészen az egyszerű alapoktól a bonyolultabb, komplexebb megoldásokig. Remélem élvezni fogjátok, vágjunk bele! Sziasztok! Ma azt hiszem egy igazán gondolatébresztő résszel készültem, Még pedig a partíciókkal kapcsolatban. Nyilván mindannyiótokban felmerült már az ötlet, hogy itt az ideje, frissíteni kellene a RouterOS hétre, de a konfigurációtól komplexitása miatt, vagy más apróság miatt esetleg féltek, hogy a 7-es RouterOS galibát csinálhat. Most van arra megoldás, hogy a 6-os routeros esetek meghagyásával egy teljesen új 7-est építhessünk ugyanazzal a konfigurációval, ki tudjátok próbálni, és akár egy kattintással visszaállni, hogyha valami mégis balulsülne mutatom, hogy hogyan. A partitions mint funkció viszonylag régóta létezik a os de a szemünk hajlamos átugrani rajta. A menüt megnyitva tapasztaljuk, hogy egy partíció már létre van hozva, ezen fut az aktuális routeros verziónk, mint látjátok az én esetemben egy hatos os RouterOS. Na most ahhoz, hogy a partícionálást és a dual boot vagy akár többszörös boot lehetőségét élvezhessük, azért érdemes meggyőződni arról, hogy van-e elegendő NAND, FLASH perszisztens tároló rendszerünkben. Ugye ezt a System Resources menüpont alatt ellenőrizhetjük. Szerencsére az i-rendszeremben van elég flash, egy total HDD size, illetve a free space összehasonlítása szükséges ilyenkor. Ha van legalább 128 MB-unk, abban már biztonságosan tudunk üzemeltetni két RouterOS változatot egymástól függetlenül, de ehhez az első lépés az újra partícionálás, ugye kell két különböző RouterOS partíciót létrehoznunk. Ezt a Repartition gomb megnyomásával tudjuk kezdeményezni, ide beírok kettőt, a particionálás egy újraindítással fog járni, és az újraindítást követően a part nulláról bútolva, de már egy új part egy partícióval fog az eszközünk visszajönni. A copy to gomb megnyomásával van lehetőségünk arra, hogy az éppen aktuálisan futó rendszert átmásoljuk az újonnan létrejött partícióra, ami pontosan ezt fogjuk tenni. Hát átmásolom a part egyre. Start. Ez viszonylag gyorsan meg is történik. Az aktuálisan futó konfigurációt viszont a Save Config to gomb megnyomásával tudjuk kezdeményezni. Én azt szeretném, hogy a mostani konfigurációm is kerüljön át a partíció 1-re. Ez is megtörtént. Tehát most van két egymástól független hatos routerovasünk, ugyanaz a verzió, ugyanazzal a konfigurációval. A célunk az, hogy a partíció egyel bútoljunk, és azt megfrissítsük -os 7 hétre. Ehhez a partíción jobb gombbal kattintunk, és megnyomjuk az Activate lehetőséget. System Reboot után már az egyes partícióról bútolt a rendszerünk, és megkezdhetjük a már korábbi videóban bemutatott rendszerfrissítési folyamatot, System Packages, én nem is vacakolok tovább, egyszerűen a legfrissebb hetes es fogom telepíteni. Download and install. Pár perc és a routerünk már az új hetes es bútol. meg is történt, nyilván a 7-es router os való frissítés a konfigurációt is átkonvertálta, megkezdhetjük a tesztelést. És attól függően, hogy sikeres vagy éppen sikertelen a frissítés, eldönthetjük, hogy visszatérünk-e a partíció nullán lévő 6-os router OS és az eredetileg azon futó konfigurációhoz. Ezt úgy tudjuk megtenni, hogy egyszerűen aktívvá tesszük a partíció nullát, és egy System Reboot parancsot adunk ki. Arra is van lehetőség, ha megsérülne az operációs rendszer, akkor a másik partícióra induljon be a rendszer. Ezt dupla kattintás mellett a fallback to paraméter beállításával tudjuk kezdeményezni. Remélem tetszett ez a rész, hogyha esetleg van olyan téma, ami érdekel, írjátok meg kommentben. Sziasztok!